a megyei közgyűlés tagjait előzetesen minden egyes döntésről tájékoztattuk, tehát volt egyfajta párbeszéd a közgyűlés tagjaival, már elnöki hatáskörben meg kellett hoznom döntéseket, azokról előzetesen minden alkalommal a döntés megelőző 2-3 nappal tájékoztatom a tisztelt közgyűlést. Tavaly október óta első alkalommal ült össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A rendkívüli ülés legfontosabb napirendi pontja az elkövetkező 7 év megyei fejlesztéseit megalapozó integrált területi program volt. Az ellenzék felvetéseiben többek között a megyét érintő mintegy 100 milliárd forintos, Nyíregyházával együtt összesen 150 milliárd forintos keretösszeget keveselte. Egy 3 hetes rendezvényre központi költségvetésből mintegy 74 milliárdot költ az ország, még mondjuk ha hetekre visszabontom ezt a fejlesztési támogatást, akkor ez nagyjából a megye egész területére 2 milliárd forintot jelent. Tehát összesen mondjuk a 74 milliárd van szembe téve a összesen 6 milliárddal. Tehát én ezért keveslem, de ezt csak hasonlatként említettem, nem vitát szeretnék ezzel generálni. A programmal kapcsolatos ellenvetés volt továbbá, hogy több, megyei szinten kiemelten fontos fejlesztési területre nem jut elég forrás. Vízvisszatartásra, revitalizációra fordítandó összeg van, erre egy elkészült megyei program, azt reméljük, hogy ezt ha innen nem, akkor más forrásból viszont sikerül megcsinálni. Ez azt jelenteni, hogy vizet vennénk ki a Tiszából Vásárosnamény térségében, és a megyének a felszíni vízzel kevéssé ellátott területeire elvezetnénk. Ez nagyon fontos lenne például a nyírség öntözhetősége szempontjából. És a másik terület, ami szintén csak éppen szerepel ebben a programban, ez az idős gondozással kapcsolatos, megnövekedő feladatok forrásigényének a biztosítása. Ma azt látjuk, hogy erre nincs elég forrás sehol sem a rendszerben, ugyanakkor a mi megyénkben sok idős ember van, kevés saját forrással rendelkezően. Ez nem csak idős otthoni férőhely bővítés jelent, hanem a házi gondozásnak a fejlesztését is jelenteni. Felvetették továbbá, hogy az ellenzék objektív értékelés hiányában eddig nem tudott részt venni az előző ciklusban sem a döntéshozatal végső fázisában. A felvetésre Lipők Sándor, a Fidesz frakció vezetője reagált. Pontozási rendszer lesz, és a pontozási rendszer a megyei közgyűlés tagjai számára megismerhetővé válik. És a pontozási rendszer alapján fognak megszületni a döntések. A közgyűlésen Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, 80 millió forint értékben készült koncepciótanulmány, amely térségünk vízpótlásának lehetőségeit mérte fel. Ennek tervezési feladatai idén elkezdődhetnek. Az idős gondozással kapcsolatban elhangzott, amennyiben a TOP forrásaiból nem lesz rá keret, más pályázati lehetőségeket keresnek. A TOP-nak a forrás összege valamivel több, mint az előző 7 éves tervezési időszakban volt, akkor 89 milliárd forinttal indultunk, itt pedig a 800 milliárdos összeg van a megyére. Nyíregyházával együtt 150 milliárd. Nyíregyházával együtt sem haladta meg a 140 milliárdot az előző 7 éves tervezésnél sem. A megvalósítása sokkal nagyobb összegben fog megtörténni, tehát 170-180 milliárdot is elérheti akár. A csakatóból érkező fejlesztési források mennyisége. Tehát ha kiinduló pontot veszük, akkor nominálisan és talán reál értékben is többen indulunk most, mint az előző 7 évben. És ezt úgy kell értékelni, hogy az összforrás mennyiség, amit Európai Uniótól lehívhatunk fejlesztésekre, nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa, az újonnan csatlakozott országok vonatkozásában mindenhol csökken. A rendkívüli közgyűlés végén Seszták Oszkár kiemelte, a magyar társadalom példátlan összefogásról tett tanúbizonyságot az elmúlt másfél évben.